Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Stúdiónk mai vendége Karapancsebné Jászi Edikó, a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetője. Köszöntöm Önt, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én is szeretettel köszöntöm a mezőtúri televízió nézőket, és nagy öröm, hogy itt lehetek. A mai műsorunkban az elmúlt időszakról, a beiskolázásról és a zeneiskola életéről, valamint a programjairól fogunk beszélgetni. Kezdjük is a beszélgetést egy múlt havi eseménnyel, ugyanis a megyei szolfés versenyt itt rendezték meg mezőtúron. Hogyan lehetne értékelni ezt a versenyt? 2002 óta szervezi iskolánk a megyei szolfés versenyt, akkor került át hozzánk Törökszent Miklóstól, és ez volt már a 17. megyei verseny. Idén 9 iskolából 6 korcsoportban versenyeztek a gyerekek, első osztálytól 6. osztályig, tehát az alapfokú évfolyamok valamennyién van lehetőség korcsoportba jelentkezni. A mezőtúri versenyzőket 6 növendék képviselte, mind a 6-an nagyon szépen színvonalasan szerepeltek, helyezéseket is értek el. Molnár Laura, Kovács Tímea, második helyezett lett az első korcsoportban, de úgy, hogy első helyezést nem adott ki a zsűri. Olá Pálma Katinka harmadik helyezést ért el, és külön díjat is kapott. Ő a második korcsoportban, és a nagyok közül őket Pusztai Katalin készítette föl, és a nagyok közül Gál Bertalan az 5. korcsoportban második helyezést ért el, szintén első helyezett nem volt, és a 6. korcsoportban Gyuricskó István ugyancsak második helyezést kapott, első helyezett nem lévén, és Sándor Henrietta külön díjat érdemelt a zsűritől szép daléneklésért, őket én készítettem föl erre a versenyre. Ezúton is gratulálunk a mezőtúri versenyzőknek, és a zenén túl fontos megemlítenünk a táncot is, hogyha rátekintünk a művészeti iskola életére, és az elkövetkezendő 2 hétvégén a tánc kapja a főszerepet itt mezőtúron. Ezen a hétvégén például a társas tánc. Mit tudhatunk ennek a versenynek a részleteiről? Nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen színvonalas versenyhez, mint a KNER Kupa csatlakozhat a már 3. alkalommal a mezőtúri művészeti iskolás táncverseny is, illetve a szabadidő sport országos bajnokság is, ami tulajdonképpen a versenykönyvvel rendelkező versenyzőknek biztosít versenylehetőséget. És ez egy nagyon nagy lehetőség. Úgy gondolom, hogy ezzel más is tisztában van, ugyanis soha nem remélt létszám jött össze az idei versenyre. A művészeti iskolás versenyre 24 városból 410 versenyprodukciót neveztek a különböző iskolák, egyesületek. Szóló lány, szóló duó, kür és páros kategóriákban, és minden ezek fölött 40 formáció is bemutatkozik. Az első napon a KNER Kupa versenye fog zajlani. Oda 320 nevezés érkezett, mintegy 200 páros gyönyörű táncát csodálhatják meg az érdeklődők. A Városi Oktatási Centrum kiváló helyszínt biztosít a 2 verseny lebonyolítására. Én úgy gondolom, hogy zenétől és emberek vidám nevetésétől lesz hangos 9-én és 10-én az oktatási centrum. Hány órakor fognak kezdődni ezek a versenyek ezen a hétvégén? Szombaton 10 órakor kezdődik a verseny megnyitóval, és egy egész napos program után este 10 órára várják az utolsó eredményhirdetést. Másnap kerül sorra a művészeti iskolás verseny, ahol szintén 10 órakor kezdődik maga a verseny, de 7 órától már parkettbejárásra lesz lehetőség, és ez a verseny is este 9-ig el fog tartani. Úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. A formációs versenyek délután kerülnek sorra,
én biztos vagyok benne, hogy mind a két nap igazi látvánnyal és színvonallal fog mezőtúron megjelenni, megnyilvánulni. Ha egy kicsit előre megyünk az időben, jövő hétvégén pedig a balett kapja a főszerepet a Városi Oktatási Centrumban. Itt mire számíthatunk majd? A következő héten a Mező Tour elnevezésű országos balett és modern tánc fesztivál, és már 5. növendék koreográfusi verseny kerül megrendezésre. Ez a verseny azért egyedülálló, mert a balettosoknak és a modern táncot tanulóknak nagyon kevés versenylehetőségük van, jóval kevesebb, mint a társas táncnak vagy a néptáncnak. És mi úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos vállalás itt Mezőtúr részéről, hogy ezt a lehetőséget minden évben biztosítja a balettosoknak, modern táncosoknak. Az is bizonyítja ezt, vagy mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a tavalyi nevezést szinte megduplázták az idei versenynevezések. Már 12 városból jönnek hozzánk, és körülbelül 260-270 versenyző jelentkezett a határidőig. Tavaly 250, vagyis 150 körül volt a versenyzők száma, tehát ez egy óriási érdeklődést mutat, ugyancsak, mint a társastánc versenyünk iránt is megnőtt az érdeklődés. Szintén kétnapos versenyről van szó, 16-án és 17-én, délután 2 órakor kezdődnek a növendék koreográfusi versennyel indul a program, azt követi a fesztivál program, másnap vasárnap pedig délelőtt tréning foglalkozásokat tartanak a zsűri tagjai a különböző csoportoknak, és délután pedig döntővel, illetve gálával, díjkiosztóval folytatódik, illetve zárul a verseny. Körülbelül este 9-ig tart a szombati program, és a vasárnapi pedig olyan 5-6 óra körül fog befejeződni. Hogyha visszakanyarodunk kicsit a zenéhez, több tanszak is működik a művészeti iskolában. Melyek ezek a tanszakok, és milyen hangszereken tanulhatnak a gyermekek? Nagyon sok tanszak működik az iskolánkban. Vonós, billentyűs, fafúvós, részfúvós, akkordikus, népzene, balett és társas tánc. A vonós tanszakhoz tartozik a hegedű és a cselló, billentyűsökhöz a zongora és a szintetizátor, fafúvósokhoz a furuja, fuvola, oboa, klarinét és szaxofon, még ide jön a fagott is, de sajnos arra nincs jelentkezőnk évek óta. A részfúvós tanszakon pedig trombita és kürt tanulására van lehetőség, akkordikus tanszakon a gitár és az ütő, népzene tanszakon a hagyományos, mezőtúron hagyományos citera és a balett társas tánc. Az április és a májusi hónap a beiskolázás időszaka. Milyen fontos információkat tudna nekünk ezzel kapcsolatosan elmondani? Nyitva van az aranykapu, nyílt hét is lesz az iskolában. Úgy gondoljuk, hogy az iskolánk népszerűsítése és megismertetése nem ismer határokat, és számtalan lehetőséget ki kell használni arra, hogy a szülők, a gyerekek, egyáltalán a köztudat tisztában legyen azzal, hogy milyen tevékenységgel foglalkozunk. Éppen ezért jött az ötlet, nyitva van az aranykapu címmel, nyílt hetet tartunk az iskolában, ahová a szülők eljöhetnek gyermekeikkel, leendő növendékeink, és az őket kísérő szülőket várjuk erre a programra elsősorban. Betekintést nyerhetnek különböző tanítási óráinkba, ami egy órarendben van összefoglalva, ezt hamarosan közzétesszük akár a Mezőtúri Városi Televízióban,
vagy a Mezőtúr és Vidéke labban, az iskola honlapján, bárdoskötőjelmezőtúr.hu honlapon, ahol egyébként minden fontos információ napra készen meg szokott jelenni, tehát ezt ajánlom különösen figyelmébe az iskolánk iránt érdeklődőknek. És ezeken a tanítási órákon meg lehet nézni, hogy milyen hangszert, milyen szaktanár tanít, érdeklődés szerint lehet választani ezek közül az órák közül. Ezt a nyílt hetünket április 25-től, hétfőtől 29-ig tartjuk nyitva, és várjuk ide a leendő növendékeinket, akikre nagyon számítunk, hiszen a mi véleményünk az, hogy minden gyermeknek részesülnie kellene művészetoktatásban, mindegy, hogy hangszeren vagy táncban, de valamilyen formában részesüljön belőle. A beiratkozás pontosan mikor lesz? A felvételink május 23-tól 25-ig terjed. Ezen a nyílt tanítási héten mi tulajdonképpen egy szórólapot is fogunk tudni adni a kedves szülőknek, amin rá fogjuk írni a felvételi időpontját. Délután szokott ez a felvételi zajlani, amikor az iskolában is végeznek a gyerekek, illetve felhívjuk a figyelmüket további rendezvényeinkre, amikre szintén szeretettel látjuk. Tehát mindenről még szóróla formában is tájékoztatást fogunk adni. A beszélgetésünk során három eseményről, illetve programról kell még említést tennünk. Az egyik a Művészetoktatás napja, ez pedig április 22-én rendezik meg. Ennek a részleteiről mit tudhatunk? Magyar Művészetoktatás napja évek óta hagyományos rendezvénye iskolánknak, egy országos programsorozathoz kapcsolódóan. Általában mi kamarakoncerttel szoktuk ünnepelni ezt a napot, tehát az iskola kamara együttesei, alkalmi vagy állandó kamara együttesei adják ezt a koncertet. Természetesen egy-két ügyes szólista is felszokott tűnni a fellépők között. A Városi Galéria egy nagyon szép helyszíne ennek a hangversenynek, tehát várjuk a közönséget erre a szép kamarakoncertünkre is április 22-én 17:30 a Városi Galériába. Emellett csapatépítő pikniket is rendeznek, ez mi tulajdonképpen? A csapatépítő piknik egy közös kezdeményezés növendékek és tanárok részéről. Három éve kezdődött ez a kezdeményezés, amikor úgymond kötetlen iskolai program keretében szeretnének együtt időt tölteni a gyerekek, akár egymással, hiszen itt ez egy óriási lehetőség, hogy különböző iskolákból jövő járó gyerekek, vagy iskolákba járó gyerekek, különböző életkorú gyerekek, akár egy általános iskolás, a középiskolással együtt egy közös eseményen tud együtt szórakozni, és mindezt úgy teszi, hogy a szaktanára is részt vesz ezen. Úgyhogy ez egy nagyon kedves kis program, a belépő egy kis innivaló, egy kis rágnivaló, és természetesen nem csak egy ilyen szabad beszélgetésből áll a dolog, hanem különböző vetélkedőket, különböző programokat is szervezünk a gyerekeknek, és úgy hallom, és úgy tudom, hogy a tánctanáraink még egy közös megtáncoltatásban is gondolkodnak, ahol a tanárainkat is bevonják ebbe a táncba. Ennek a helyszíne az iskola udvara, úgyhogy nagyon szurkolunk, hogy jó idő legyen április 28-án, amikor ezt a programot tervezzük. Beszélgetésünk végén még egy májusi programot kell megemlítenünk, és ez pedig a zeneszerzői pályázat, ugyanis a beérkezett pályamunkákat a pályázók be fogják mutatni. Ez is hagyomány már az intézményben. Ez már az 5. mezőtúri zeneszerzői pályázat valóban, de minden évben fejlesztünk valamit
ezen a pályázaton. Ebben az évben óriási fejlesztésen esett át, ugyanis az alapfokú, tehát a zeneiskolai tanulmányokat végző, vagy csak zeneiskolai tanulmányokat végzett jelenlegi és egykori növendékek mellé bevontuk a zeneművészeti szakközépiskola növendékeit is, ami úgymond már a profi zeneszerző képzést is megérintette ezáltal. Tehát hirdettünk A és B kategóriát a versenyen. A kategóriában 6 pályázat érkezett be, B kategóriában pedig 7 pályázat. Különböző városokból, legmesszebbről, Pécsről és Győrből kaptunk pályázatot. Nagyon boldogok vagyunk. Jelenleg a pályamunkák az 5-tagú neves zeneszerzőkből álló zsűrinél van értékelésen, és ők fogják eldönteni a különböző kategóriákban, korcsoportokban a helyezéseket, külön díjakat, illetve ki fogják választani azt az 5 művet, amelyet majd a május 6-i mezőtúron megrendezésre kerülő hangversenyem, pályaműveket bemutató hangversenyen felcsendülhetnek, és a közönség díjat adhat ki a számára legkedvesebb zeneszerző, kis zeneszerzőnek. Én szeretném elmondani még itt a rendezvényeinkkel kapcsolatban, hogy több pályázatunk, több sikeres pályázatunk is volt ezekre a rendezvényekre. A 2 táncversenyre is, illetve a zeneszerzős versenyre is Nemzeti Tehetségprogram keretében nyújtottunk be pályázatot, és mindhárom pályázat támogatásra lelt. Úgyhogy anyagilag teljes nyugalommal kezdhettünk neki a versenyszervezésnek. Illetve a művészetoktatás napi hangverseny, illetve a bérletes hangverseny sorozatot is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósítottuk meg. Meglepetés vendégek, egyéb fellépők utaztatásával, tiszteletdíjával, tehát azért ezek nagyban hozzájárultak, és természetesen meg kell említeni, hogy például a megyei szolfés versenyt a Klik mezőtúri tankerülete támogatta 1:1, ehhez a Zenemezőtúr gyermekeiért alapítvány járult még hozzá. Iskolánkat több civil szervezet is támogatja, ilyen például a KNER Táncsport Egyesület, a Szivárvány Népzenei Egyesület, Tiszaföldváról a Mocorgó Művészeti és Sport Egyesület, vagy a Mezőtúri Zene Mezőtúr Gyermekeiért Alapítvány. Mindegyik civil szervezet azért tevékenykedik, hogy a művészetoktatásban tanuló gyerekeket segítse, támogassa, versenyekre eljutásban, versenyekre nevezésben, odautaztatásban, és nagyon köszönjük azoknak, akik támogatják a civil szervezetek, ezeknek a civil szervezeteknek a működését, és most is kérjük, hogy adójuk 1%-ával, vagy egyéb módon támogassák a továbbiakban is a felsorolt szervezeteket. Köszönjük szépen a beszélgetést, és még egyszer köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. További jó munkát kívánunk, és sok sikert a művészeti iskolának. Köszönjük szépen! Önök a Tóri Objektív című műsorunkat látták. További kellemes napot kívánok önöknek, a viszontlátásra!